Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Budakalászon. A Dharma beszéd elején kérem mondjuk el a tiszta univerzum mantráját Om Nám közösen 7-szer. Om Nám. 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 Köszönöm szépen. Karma mélységeiről és magasságairól lesz szó a mai Dharma beszéden, és gondolhatnád, hogy most a lélekről kezdek el beszélni valami bölcset, szívhez szólót és együttérzőt. Ehelyett arra kérlek, hogy képzelj el egy fát. Szemléltető eszköznek itt van egy fadarab. Ha ezt vagy bármilyen más törzsel bíró, kemény törzsű fát kettévágsz, keresztmetszetben, akkor évgyűrűket találsz. A mérsékelt övi fák esetében évente a fa két gyűrűt növeszt magára, egy világos barnát és egy sötét barnát, Geszt és Sziácsa nevük. Nézd meg, hogy ezek a gyűrűk hogyan alakulnak ki. Amikor a fa még csak magonc után a csemete, akkor ezek a gyűrűk nagyon lágyak, nagyon vékonyak. Ahogy a fa egyre nő, egyre vastagszik, úgy a gyűrűi is egyre vastagabbak, amelyik éppen a mostani évvel érintkezik, az a kérge. Ahogy mész beljebb, gyűrű páronként egy év, még egy év, még egy év, még egy év, és minden fánál nyomon követhető, hogy az adott évben sok eső esett, vagy sem. Száraz volt az idő, vagy esetleg meleg, vagy hideg, vagy sem. A fa mindezt nem tudja, csak beépíti. Az az érdekes, hogy a gyökerében a fának nincsenek évgyűrűk. Mégis ez az, ahonnan a földből ugye jön a táplálék. A fa levelében sincsenek évgyűrűk, de ez az, ami fotoszintetizál, és a fényből csinál egy olyan kémiát, ami a fának nagyon fontos. Ha megnézed, az ember ehhez nagyon hasonló. Általában csak a saját fakérgünket vesszük észre. Arra igyekszünk nagyon vigyázni. Csak a jelen életünket látjuk, azután tudunk valamit a tudattalanunkról, az archetípusainkról, de a gyökerünkig nem megyünk le. Hogy honnan jön mindez? Mi az, ami ezt táplálja? Mi az, amitől a világ számunkra egy kémiai élmény? A fák azok nagyon beszédesek tudnak lenni, hogyha megfelelő módon szólsz hozzájuk, és nem emberi hangon, hanem fanyelven elmondják, hogy ők kicsodák. A kőris nem mondja, hogy ő kőris, de csak kőris módon tud nőni, terebélyesedni, szaporodni. A tölgy ugyanez, a gyertyán ugyanez, a szil ugyanez, a bükkfa, a nyírfa, a fenyő, mind ugyanez. Attól, hogy évgyűrűket növeszt, még nem változik meg a fa fajtája. Tehát olyat nem látsz, hogy hirtelen 100 év után egy nagyon idős tölgyfa átment mondjuk szilfába.
vagy egy fenyőfából kőr is lett. Az évgyűrűk azok jellemzőek arra, hogy ő pontosan mit csinált. De a fa fajtája nem változik. Ez azért érdekes, mert akármilyen élmények érnek, legyen az pozitív, negatív, öröm, bánat, trauma, extázis, az emberséged megmarad. Azért marad meg, mert a karmád önmagában az emberi természetedet nem változtatja meg. Az élményét azt igen, hogy te milyen embernek éled meg magad. Az ember nem pusztán két gyűrűt növeszt évente. Nézd meg, hogy hányféle gyűrűnk van. A fizikai érzékszerv szintjén van öt. A látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Ezek mind, mint a levél, ugye, érzékszerveken keresztül történik. Ezt hívjuk a 15 pirodalomnak, 3x5-ről van szó. Szem, ez az érzékszerv. A látás a tevékenysége, és a vizualitás az eredmény, hogy van mit látni. A fül a hallás szerve, a hangélmény az a termék, és a hallás, hogy hallok valamit, az a halló tudatosság. Tehát érzékszerv, folyamat, érzékelés. Ez a fizikai érzékszervek esetében nagyon jó belátható. Van fölötte viszont három olyan réteg, amely mentális. És ezt nagyon másképp látja Európa és Ázsia. Mivel gondolkodsz? Hát azt hiszed, hogy csak az elméddel gondolkodsz, hát ez a fő fejegység, az elméd. Az elméd, mint agy gondolkodik, a gondolatok az a termék, és a tudom, én tudok valamit. Ez a gondolkodás tudatossága. Ha nem tudsz valamit, akkor azt mondod, hogy én most alulinformált vagyok, buta vagyok, nem tudok valamit. És ezzel a hatodikból átugrottunk a hetedikbe, ami a minősítő. A hatodiknál ez a tárgy megkapja azt a nevet, hogy zembot. De ő nem mondja azt, hogy zembot. Aki nem tudja a nevét, képtelen megnevezni, az csak a színét látja, vagy az érintését tapasztalja. Nagyon sokszor a gyerekek, amikor játszanak, de még nem tudnak beszélni, a világot így csak érzékszervi síkon sajátítják el. De amikor az értelmük elkezd kifejlődni, elég hamar, akkor megtanulja megnevezni a dolgokat. És megtanulja apától és anyától, hogy ezt, édes fiam, kicsi lányom, egy botnak hívjuk. De ez a valami, ez nem rendelkezik ezzel a névvel. Miért? Akárhány nyelven elnevezheted. Ő nem fogja azt mondani, hogy ez érvénytelen. Tehát ugye németül stükke, azt mondanánk, angolul stick. Oké? Okay? És ő nem mondja azt egyik nyelven sem, hogy I am a stick, én bot vagyok. Ezt mi tesszük hozzá? Ez annyira ösztönös, annyira spontán, annyira tanult és begyakorolt, és ezt nem vesszük észre. Ezt úgy hívjuk, hogy nyelvi projekció. Tehát az intellektusod rávetíti a fogalmát, a fogalmi hálóját a világra, és megszűri. Nekünk a hóra egy pár fogalmunk van. Az inuitoknak fönt északon több tucat. Ők jobban szűrik a havat. Attól függ, hogy mikor esett, mennyi esett, fagyott-e még, vagy már olvadt, hogy porhó, vagy már jeges. Sokkal több fogalmuk van, tehát az ő hálójuk felbontása sokkal finomabb. Egy forró égővinek a hőmérsékletre lesz sokkal több fogalma, az inuitoknál csak talán egy vagy meleg van, és kész. De az egyenlítőnél, vagy egy picikét a környékén nagyon sokat számít, hogy reggeli, vagy esti, sivatagi, vagy erdei. Milyen meleg, párás, esetleg száraz? Tehát nézd meg, ahogy a szavaid, a fogalmaid, ez a hatodik tudatszint, nem csak hogy kategorizálják a valóságot, hanem téged kondicionálnak arra, hogy hogy lásd, hogy gondolkodj. És ez a hetedik tudatszintnél lesz nagyon-nagyon erős, ez a megkülönböztetés.
A hatodik azt mondja, hogy ez egy zenbot. A hetedikben eldől, hogy ez hosszú vagy rövid. Szép vagy csúnya. Tetszik vagy nem tetszik. Ez a bot, ez én vagyok, vagy más vagyok. Azonos velem, vagy különböző tőlem. Tehát ez a minőségteremtés, megkülönböztetés tudatszintje, ez azért fontos, mert itt alakul ki az én képed. Azt mondod, hogy ez vagyok én, és az nem vagyok. Ezzel az arccal azonosítom magam, a többiek arcával nem. Sőt, egy bizonyos gondolkodásmóddal én tudok azonosulni, más gondolkodásmóddal nem. Bizonyos érzéseket magaménak tudok, más érzésekkel semmi, de semmi dolgom ne legyen. Tehát a megkülönböztető tudatosság az azért is kell, hogy a tisztát és a szennyezetet elkülönítsd. Magadat és a másikat elkülönítsd. És erre szükség van. Mi történik akkor, amikor ez nem működik? A hetedik megkülönböztető tudatosság alulműködése esetében nem tudsz különbséget tenni. Tehát a számodra akkor a tiszta és a szennyezett az ugyanaz. A nappal és az éjszaka ugyanaz. Valami alul működik, és nem látom a különbséget a jó és a rossz között. A szenvedés és a boldogság között. Erre mi emberek nagyrészt képtelenek vagyunk. Annyira világos, hogy szenvedéskerülő és boldogságkereső lények vagyunk, hogy ez a megkülönböztető tudatosság, ez nagyon hamar, nagyon világosan elkezd működni. Miért? Mert három nagy reflexcsoport kódolódik benne. Az egyik a teremtő, a másik a megtartó, a harmadik a túlélő reflex. A megtartó reflex már rögtön születés után. Tehát nézd meg, hogy az újszülöttnek a pici, gyönyörű tenyerébe teszed az ujjadat, és megfogja, rákulcsolódik. Ez a megtartó reflex. Oké? Okay? A teremtőt és a túlélőt nem is kell nagyon jellemezni, de az, hogy kreativitás nélkül az ember nem érzi magát embernek, hogy már nagyon korán, pár éves korában elkezd valamit berhelni, csinálni, és a maga képére formálni a világot, hát ez a teremtő reflex. A tisztító vagy pusztító pedig az, hogy amire nincs szükség, vagy ami felesleges, vagy ami veszélyezteti az életemet, azt megpróbálom távolítani, vagy extrém esetben elpusztítani. Ez a túlélő reflex. Tehát egy szúnyogtól kezdve, a méregig, a különböző ragadozókig, minden, ami fenyegeti az életünket, ez az, amitől mi nagyon meg akarjuk különböztetni magunkat, hogy ne zsákmány legyünk, vagy alárendeltek legyünk, vagy kihasználtak legyünk. Ez mind a hetedik tudatszintben dől el. És ami nagyon érdekes, hogy ahogy az azonosulás megszületik, úgy a tapasztalatot megkötöttem. Tehát elmentél egy nagyon jó étterembe, először eszel ott, és megjegyzed, hogy milyen ízletes az étel. Ide én visszamegyek, ez az én kedvenc helyem. Figyeled? Tehát jött az ízélmény, elneveztem, megkülönböztettem, azonosultam, és teremtettem ezzel egy karmát, egy szokást. És amit te teremtesz a hetedikkel, azt eltárolod a nyolcadikban. Ez az emlékezet. Az emlékezet azért végtelen, mert akárhány évgyűrűd van, az mind helyet kap benne. Akárhány inkarnációd van, az mind ott van. Az emlékezetnél van egy nagyon érdekes határ, ez a tudatos és tudattalan közti határ, ezt hívjuk tudatküszöbnek, ezt a hetes dönti el. Tehát a hetedik tudatszint eldönti, hogy te mire emlékszel. Amikor nagyon-nagyon rád nézve negatív tartalmak jönnének föl, akkor az önvédelmi mechanizmusaid megállítják az emléket. És akkor valaki hozzád közel álló, aki mégis emlékszik a saját nézőpontjából, visszakérdez, ugye, hogy nem akarsz erre emlékezni. Pedig te nem csináltál semmit, tehát nem is gondolkodtál róla, de a tudat előzetesben a megkülönböztető tudatosság, a saját önképed megőrzésének a reflexe megfogta az emléket, és nem jött elő. Nem lett tudatos. Tehát nézd meg, hogy ez hogy gyönyörűen működik, fogalomalkotás, és a név és a forma összekapcsolása. Ezt említettem úgy, hogy ezt a tárgyat botnak nevezem el. Utána jön a megkülönböztetés, hogy ez hosszú vagy rövid,
számomra jó vagy rossz, kellemes vagy kellemetlen. Itt döntöm el a három reflex csoport alapján, hogy azonosulok vele, vagy különbözni fogok tőle. És ezt a polarizált képzetet az emlékem eltárolja, és ebből kialakulnak az évgyűrűim. Akár ebben az életben már 40 éve ugyanúgy vezetem az autót. És nekem csak a kéziváltós jó. Az automatát nem szerettem, mert ahhoz nem szoktam hozzá. Figyeled? Tehát nem vagyunk hajlandóak eltávolodni a szokásainktól azért, mert azonosulunk velük. A mentális rész, leegyszerűsítve, a 6-os, 7-es, 8-as, az a lélek. A fizikai rész, leegyszerűsítve, 1, 2, 3, 4, 5, az a test. Nekünk az kell, ami ezt látja. Tehát a lélektudatosság és testtudatosság egyszerre. Ami ezt látja, az nem azonos egyikkel sem. Ha a lélek a szoftver és a test a hardware, akkor mi az operátort keressük. Ez a tudatosság, amely csak ebben a pillanatban érhető el, az nem azonos sem a lélekkel, sem a testtel. Eredetileg nincs neve és nincs formája, nincs születése és nincs halála, nincs Isten képe, Buddha képe, szent képe vagy profán képe, egyszerűen azért, mert nem rendelkezik semmilyen képpel. Miért? Mert minden képet ez fog fel. Tehát a tükör az eredetileg üres, de minden tárgyat meglát. Na most, mi az ember egyik legfőbb tevékenysége? Az, hogy kíváncsi. Elképesztően kíváncsiak vagyunk arra, hogy kik vagyunk mi valójában, ki a másik ember, és ennek a kíváncsiságnak nagyon sok küszöbe van. Az első küszöböt akkor léptük át, amikor a szellemi fejlődésünk eljuttatott minket az önreflexió állapotába. Ekkor mondtuk ki azt, hogy én. Ezzel megváltottuk a kilépő cédulát az édenkertbe. Amíg csak ilyen nagyon cukorgombócnak tűnő, nem önreflexióban élő emberként létezhettünk, nem tudom, hogy volt-e ilyen egyáltalán, addig nem volt probléma, nem volt ellentét, nem volt megkülönböztetés, de tudatosság sem volt. Nem volt semmi, ami reflektáljon, nem volt tükör, vagy ha volt, teljesen fedve volt. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért vagyunk épp ilyenek. Miért ezekhez a szülőkhöz születtünk, akikhez? Miért ebbe a nemzetbe születtünk? Miért ezzel az arccal születtünk, és nem a szomszédunk arcával? És mi a továbbmenet, mi az az út, amit mi követünk, vajon mi választjuk-e az irányt, vagy sem? Vajon tudjuk-e a tapasztalataink minőségét befolyásolni? És ehhez egyetlen egy kérdést kell belül megtartanunk, mert ez az, ami ezt a tükröt tisztán tartja, hogyha nincs megkülönböztető gondolkodásod, akkor valójában ki vagy te? Ha nem hozod létre az önképet, akkor ki vagy? A hagyományban ezt a 6. pátriárka Huineng tette föl úgy, hogy ha nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Erre azért van szükség, mert van bennünk valami, ami ezzel az egész földi léttel folyamatosan nem tud békét kötni. Még akkor is, hogyha te egy köztiszteletben álló, társadalmilag megbecsült, harmonikus létben családos, nyaralós, autós ember vagy. Valami benned még mindig nem tud a földi léttel békét kötni. Miért? Mert még mindig félsz a haláltól. Tehát valójában mi az, ami bennünk az örök létre vágyik, de tudja, hogy megszületett, és ezért meg is fog halni? Mi az, ami a múlandóságban nekünk elfogadhatatlan? Mert nézd meg, valahol ágász ellene. A férfiak valami alkotásban szeretnék ezt továbbadni, akár egy fizikai utódnak, akár tanítványoknak, de hogy maradjon belőlem valami, amikor én már fizikailag nem vagyok itt.
Hölgyek, ugyanez, a gyermekeket hoztuk a világra, és ez fantasztikus. De hát azért a szépítőszerek ipara is eléggé fontos, mert hát nehogy már a múlandóság rögtön meglátszon az arcunkon. Keressük azt a tökéletességet, amelyre a Föld úgy nem tud hatni. Tehát az érzékszervi életet meghaladó tökéletesség. És milyen érdekes az, hogy ha tökéletességet keresed, akkor nem találod meg. De mégis tudomásunk van róla. Megalkottuk a fogalmat. Valahol bennünk jelen van az erre való igény. És a kedvencem pedig a szabadság. Mert mindenki szabad akar lenni, és közben elfelejtjük, hogy ebben a testben mi csak feltételhez kötött életet élünk. Születéstől halálig, első pillanattól az utolsóig. Azt hiszed, hogy te szabad vagy, akkor legyél szíves az oxigénmentes állapotot, a levegőtől való függetlenséget, ezt gyakorold. 5 percig, utána beszélgetünk. De lehet, hogy már csak a rokonaiddal. Vagy próbálj meg nagyon sokáig az ételtől való függés állapotában lenni, akkor 3-szor eszel naponta, és utána hirtelen vágd el, és azt mondod, hogy most nem, most megszabadulok az étkezéstől. Ital ugyanez. Egy vezetett, orvosilag ellenőrzött böjtöt 60-65 napig lehet bírni. Ugyanez ital nélkül már 3 nap után nagyon kritikus, és egy 9-10 nap, és véged van. Ennyire feltételhez kötöttek vagyunk, és ez még csak a fizikai rész. Mentálisan nézd meg, hogy mennyi szeretet kell ahhoz, hogy te jól érezd magad. Mennyi alkotás kell, hogy te hasznosnak érezd magad. Egyáltalán mi az, amitől te itt lelkileg jól vagy ezen a földön, és rájössz, hogy sokáig semmitől. Rövid ideig szinte mindentől. Utána kell valami új, de mégis kell valami stabilitás. Kell valami menedék, de állandóan kell az újdonság. Tehát az ember nem csak hogy kíváncsi, hanem szeszélyes, megjósolhatatlan, a lehetetlent akaró paradox, de ami a legszörnyűbb, hogy nem ismerjük önmagunkat. Nem ismerjük sem az avatár a személyiség szintjén, és az önvaló szintjén sem. Tehát mi a karma? Akármeddig beszélek róla, ha nem látod meg magadban, akkor hiába beszéltem. Tehát nézd magadba, és tedd föl ezt a kérdést, amikor mondjuk a legdurvább emléked följön, hogy mi ez, honnan jön? Mert a tudatnak van egy ilyen tendencia, hogy ami nagyon-nagyon jó, azt elszigeteli, hogy csak az legyen, és más ne legyen. Ami nagyon traumatikus, azt is elszigetel, és az ellenkező irányú szobába visz, hogy Úristen, csak ez ne legyen. Minden más lehet, csak ez ne. És addig ismétled az öröm és bánat közti állandó vágtázást, a traumának és az örömnek a színuszgörbéjét, ameddig a mély azonosulást ki nem veszed belőlük. Ameddig az abszolút jó és abszolút rossz képzetét ki nem veszed belőlük. Tehát a karmától való megszabadulás módszere nagyon könnyű. Tedd a tükör elé, és lásd. Lásd úgy, ahogy van. Nem úgy, ahogy reméled, nem úgy, ahogy félsz, hanem úgy, ahogy van. És ha úgy látod, ahogy van, akkor az abszolút jó és az abszolút rossz Jancsi szöge szépen összecsukódik, és az azonosulást szépen ki tudod húzni az én rétegedből. És elmegy az emlékbe egy olyan tárházba, ahol pontosan ott tárolódik, ahol neki helye van. Nem ahova gyömöszölöd, hanem ahol helye van. A meditáció pontosan ezt hozza, legalábbis a zen a maga egyszerű és tiszta módján ezt hozza neked. Miért? Mert megtanulod a 6-os, a 7-es és a 8-as tudatszint akaratlagos működését felfüggeszteni. Ez egy megszabadulás irányú út, nem pedig az, amikor szugerálod magad, hogy egy tengerparton, a fehér homokban a hullámok mosogatják a lábadat, és te ettől jól érzed magad. Ez egy más iskola, más technika. A zen az egy tárgyatlan irányzat, egy megszabadulást követő irányzat, ahol te igazi önvalódat tapasztalhatod kellő energiabefektetéssel, kellő szerénységgel, alázattal és elvégzett munkával. És ekkor nem azonosulsz semmivel sem, ami a 6-os, 7-es, 8-asban történik. Miért? Mert kiderül, hogy te anélkül is teljes vagy.
Akármennyire nehéz ezt megemészteni első hallásra, nem vagy azonos a gondolataiddal, az érzelmeiddel, a megkülönböztetéseiddel és az emlékeiddel. Miért? Mert ha elvágod mindezt, te akkor is ember vagy. Sőt, akkor is teljes vagy. És ekkora tiszta tudat tükrén egyetlen folt sincs, egyetlen hamis azonosulás sincs, egyetlen illúzió sincs. Tehát a meditáció rendkívül egyszerű és rendkívül tiszta, megszünteti a folyamatos fogalomalkotást, megszünteti a megkülönböztetést, megszünteti az állandó emlékezést, múltba veszést, jövőbe vándorlást. És épp ezért szokatlan. Nem ezt szoktuk meg. Azt szoktuk meg, hogy mindig van valami narratíva. Mindig van valaki, akinek képzeljük magunkat. Mindig van egy életszínpad, ahol ott vagyunk, és nem merünk lejönni róla, ahol ott megtalálnánk a rendező székét, aki rendezi ezt az egészet, amely nem név és nem forma, ezért sose fog leülni a székre. Annyit tudsz, hogy nincs a színpadon. Nézd meg a szokásaidat. Hogy alakultak azok ki? Hogy kötődsz ahhoz a lényhez, aki te vagy? Ha nagyon-nagyon kötődsz az önképedhez, akkor az előbb említett megkülönböztetések átfordulnak egy túlműködésbe. Nem csak túl fontos leszel, és mindenki más pedig porszem, hanem elkezdesz ítéletet alkotni. A megkülönböztetések alulműködését az előbb elmondtam. A túlműködése viszont ugyanolyan káros, amikor te abszolút jóban és abszolút rosszban gondolkodsz, hogy a világ az csak ilyen lehet, és a másik ember csak ilyen, és te meg csak jobb lehetsz nála. Tehát az abszolút értékű megkülönböztetések, ezek az ítéletek. Az ítélet alkotással semmi baj nincs, de csak akkor, ha nem bánod, hogy rajtad is beteljesül. Ráadásul a sajátod. Az ítéletalkotó mozdulat pont olyan, mint amikor eldobsz egy bumerángot, és ez körbe megy, és visszaér hozzád egy újabb minősítés képében, egy elképesztően erős önminősítés képében. Néha több élet évgyűrűje zuhan rád, mert egyszerűen már másképp látod. Figyeled az ok és okozat működését, mertél a tudatod mélységébe pillantani. Hidd el, hogy te vagy a saját tengered, óceánod kusztó kapitánya, aki a Nautilusban szépen a kalypszóban egyébként lemegy, és nézegeti, hogy micsoda tengeri szörnyek vannak különböző mélységekben. Tehát az emmeditációnak nem az a célja, hogy te regresszálj, hogy te elmerülj az emlékeidben, az sem, hogy egy szuperegót gyártsál le a hetes tudatszint túlpörgetésében, és az sem, hogy különböző modelleket alkossa a világról a hatodik tudatszint által. A zen ennél sokkal egyszerűbb. Miért? Mert amikor az utolsó hamis azonosulás is megszűnik, akkor az egyéválás bekövetkezik. Ekkor egészülsz ki, ekkor vagy egészséges. Ekkor nem szomatizálod már a karmádat, nem viszed le testre a szokásaidat és a traumáidat, nem betegíted meg magadat és másokat egyaránt ezzel. Innentől kezdve haladsz az úton. És ez az egyéválás csak ebben a pillanatban következhet be. A látás által. És ez a látó, ez nem tudható, ez nem egy személy, de mindegyikünkben benne van. Nincsen külön entitása, nincsen külön léte. Mégis ez az, ami bennünk tapasztal, ez az, ami bennünk kimondja, hogy én, de akkor is létezik, ha te elhallgatsz és nem alkotsz fogalmat. Hogyha a nem én állapotában vagy, akkor is. Akkor talán nagyon tisztán. Emlékezz arra, hogy az ég mindig kék. Ha felhős, akkor esetleg elfelejted. Mert annyi a felhős, olyan sokáig takarja az égboltozatot, az a felhőtakaró. De akkor is kék. Ha pedig az összes felhő eloszlik, akkor meg a maga teljességében látod az úrkék gyönyörű mi voltában. Csak azt ne hidd, hogy a felhős ég az rosszabb, mint a felhőtlen. De az egyik felhős, a másik tiszta. Jó? No kérem, szerintem ennyi bevezetőnek bőven elég volt, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit.
Én nagyon sok dharma beszédet hallgattam, ahol így a családi karmáról beszélsz, és a szülő-gyerek közti karmáról, és mi a férjemmel várólistások vagyunk örökbefogadásra, és hogy ha tudnál erről beszélni, hogy például mondjuk a mi jövőbeni örökbefogadott gyerekünknek kivel lesz erősebb a karmikus kapcsolata velünk, vagy a vérszerinti szüleivel, vagy hogy ez így hogy néz ki? Nagyon kritikus és érzékeny témát említettél. Én arra kérlek, hogy nagyon jól nézd meg, hogy a ti lelketekben mi történik akkor, amikor az örökbefogadásról beszéltek, illetve hogy látjátok azt a gyermeket, milyen mélyen, milyen tisztán, akit örökbe kívántok fogadni. Egy pár apróság. A zárt örökbefogadás, tehát hogy nem tudja a gyermek, és soha nem is fogja megtudni, hogy kik a szülei, és milyen társadalmi csoportból jött, ez elfogadhatatlan. Tehát ez a gyermeknek a virtuális ellopása abból a környezetből, ahonnan ő jogszerűen került ki, de neki joga van tudni, hogy a vérszerinti szüleik kik, és hogy ő milyen társadalmi helyzetből jött. Ennek az idejét ugyan be lehet szabályozni, de amikor elkezd serdülni, és a nemi éréssel együtt az énsége is elképesztő erővel fog működni, akkor ő akár tudja, akár nem, azt a fajta karmát fogja keresni, ahonnan ő kinőtt. Képzel egy fát, amelyeket levágnak, és oltás által egy új kertbe, egy új televényre tesznek. De ez mindig az eredetit fogja keresni. Tehát tudatni kell vele, és ez a nyílt örökbefogadásnak egy része, hogy kisfiam, kislányom, mi nem a vérszerinti szüleid vagyunk, és mi téged elfogadunk, szeretünk, nevelünk, és utána te dönthetsz, mihelyt elmúltál 18, hogy cselekszel, és hogy van az életed tovább. Meg kell ismertetni őt azzal a helyjel, azzal a társadalmi környezettel, ahonnan ő származik, ahonnan ő kikerült, és ő neki abban sokkal, de sokkal több ereje, energiája van, mint az új szülőpárral létesített új karmában. Ez nem jelenti azt, hogy amit csináltok, az alárendelt vagy haszontalan, csak azt, hogy sebezhető. És ezért kell nagyon-nagyon óvatosan körülnézni, hogy ti ezzel az örökbefogadással vállaljátok-e azt a társadalmi környezetet, eredeti családot, magával hozott karmát, amit akkor is bevisz az új családba, ha nem tudja, hogy honnan jött, és kiktől. Tehát ez a karma akkor is belép, de ezt úgy hívják, hogy csoportkarma és egyéni karma. Hiába változtatod meg a családi karmáját. Honnan fogod észrevenni ezt? A párválasztásban. És ez a karma lesz erősebb? Tehát tulajdonképpen... Igen, erősebb. Tehát a vérszerinti karma igen, erősebb. Erősebb, mindig ezt láttuk, akárhányszor ránéztünk ilyen helyzetekre, de, és itt van a nevelőszülőknek egy óriási lehetősége, hogy a gyermeket ugye lehetőleg 0 és 1 éves kora között kapja meg, és olyan kondicionálható, annyira nevelhető, hogy teljesen új paradigmát, új karmát tudsz létrehozni benne. De ez a réginek a tetején van. A régivel egy picit vegyülve ott van. De ugye van az a magyar mondás, hogy a vér nem válik vízzé, hát más vérré sem válik. Ezért mondom, a kőr is, az kőr is marad. Abból nem lesz tölgy, szil vagy nyír, hiába fa. Tehát ezt a legnagyobb együttérzéssel mondom, a mi családunk anyai ágában is van ilyen, hogy örökbe fogadtak, felnevettek 3 gyereket a 3 saját mellett, egy egész gyermekfalu ott volt, és itt van nagyon komoly vallási háttér, nagyon világos etika és erkölcs, és volt, ahol sikerült, és volt, ahol nem. Volt, ahol több évtizedes munka egy pillanatnyi hazalátogatás után teljesen gajra tudott menni. De mégsem teljesen, mert ha ott marad, akkor olyan sorsa van, amiből aztán tényleg életekre nem jön ki. Tehát nincs elveszett energia, nincs elveszett erőfeszítés, csak tudd azt, hogy statisztikailag, vagy éppen a karmikus arányokat nézve a nevelőszülők mindig gyengébb helyzetben vannak, mint az eredeti környezet, mert ott nem csak egy család van, ott egy egész klán van, egy egész társadalmi réteg van, ahova ő született. És ezért az örökbefogadó szülőknek
akár ismerik az eredeti családot, akár nem, belül meg kell hajolnia ahhoz a környezethez, azon család felé, ahonnan az örökbefogadott gyermek származik. Ezzel egyesül a régi környezet energiája és az újé, és csak részlegesen. Úgyhogy nagyon nemes és nagyon nehéz feladatot vállaltok. Nézzétek meg jól. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én egy viszonylag nehéz témát és kérdést hoztam, de megpróbálom így egyszerűbbé tenni. A karmával kapcsolatos családi karma, és szintén ilyen a gyerekekkel. Nekem 3 gyerkőcöm van, és közülük 2 értelmi fogyatékos, középsős értelmi fogyatékos. Egy nagyon ritka szindrómával születtek, 12 és 10 évesek. 2 éve élek külön az apukájuktól, és tavaly októberben váltunk el így hivatalosan. Úgyhogy most egyedül nevelem őket, és hát nem is tudom, hol kezdjem. A kérdésem az az, hogy mindig odajuk adok ki, hogy nem bírom tovább. Azt látom, hogy mintha egy szélmarom harcot vívnék, és egyszerűen szeretnék egy megoldást, és nem tudom. És azt látom, hogy a lányom is például, ő vele nem tudok lenni, tehát nem tudok rajta változtatni. Hiába imádkozom, hiába küldöm a szeretetet, a volt férjem csak, tehát ő olyan, amilyen. Minden tiszteletem mellett meg kell kérdeznem, hogy milyen megoldásról beszélsz? Ezt mondd el nekem 3 mondatban. Én egy, amit konkrétan meg tudok fogalmazni, hogy úgy szeretnék a gyermekeimmel kapcsolódni, hogy én jó helyen tudjam őket. Tehát akár azt is el tudom képzelni, hogy legyen egy ház, egy hely, ahol ők élhetnek, de biztos legyek benne, hogy ők ott úgy élnek, ővelük ott úgy bánnak, ahogy nekik az jó, de ne az legyen, hogy azon az áron vannak mondjuk velem, hogy a lányom ebbe belerokkan és depressziós lesz, és én nem bírom. Tehát érzem, hogy fogy az erőm. Nyitott vagyok, de hogy ami fontos lenne, hogy ők jó helyen legyenek, és megmaradjon az erő. Az a jó hírem, hogy erőd még bőven van, még akkor is, hogyha azt érzed, hogy a végét járod. Valójában ez a helyzet, ami nagyon-nagyon mély együttérzést ébreszt bennem, ez hozta ki belőled azt a lényt, aki most vagy. Tehát enélkül te nem most ez az önmagad lennél. A második, ami szerintem nagyon fontos, hogy a gyermekeid jóléte, az bizony elsődleges. És mondtad, hogy egy olyan jó helyet keresel, ahol ők biztonságban vannak. Szerinted létezik a Földön ez a hely? Én most azt gondolom, hogy nem, és én ezen dolgozom egyelőre. Miért nem? Miért nem létezik? Miért nem? Ezt nem tudom, hogy miért nem. Nézd meg, hogy mit tartasz jónak, ideálisnak, és mi az, amit a Föld bármilyen módon, de fölajánl. Mi a különbség a kettő közt? Hogy az egyiket te teremtenéd, a másik pedig egy másik ember teremtése. És nekem ez az elképzelésem, hogy én teremtem nekik ezt a helyet meg. Ezért csináltad az alapítványt. Igen. Akkor előre. Az alapítvány azt jelenti, hogy nem vagy egyedül. Tehát olyan energiákat kell mozgósítani, hogy a hasonló helyzetben lévő szülők, szülőpárok, családok társuljanak veled. Tehát itt a családi karma több szempontból is terhelt. Az utódok szempontjából és a válás per társtalanság szempontjából. Egy törött tengelyű szekér nem fog terhet vinni, hanem ott várja az útpatkán, hogy valaki összerakja. És még akkor is, hogyha új párod lesz, amit én őszintén remélek, akkor is más családok és más hasonló helyzetben lévő szülők összefogására van szükség ahhoz, hogy ti közösen ezt a terhet vihessétek. Ezt teremtsd meg, és akkor már az nem csak a tiéd, de a te energiád is benne van, akkor már ez annak a csoportnak a teremtése, melynek tagjai hasonló problémákkal küzdenek. Én ezt kívánok neked, rengeteg erőt, a társulásra való hajlandóságot, képességet és rengeteg munkát, mert ez akkor is rengeteg munka, hogyha benned a hajlandóság erre megvan. És végül is azt, hogy egy olyan utat járj, ahol azt látod, hogy te azzá válsz, akivé szeretnél lenni. Mert problémamentes élet az nem lesz. Azt látom, hogy egy elképesztő erős inkarnációs nyomás van rajtad. De azt is tudd,
hogy mindenki a saját karmájával születik le, viszont azokhoz, ahol ezt folytatni tudja. Tehát, hogyha nagyon korán, ahogy mondtad, 3 éves korukig is hatalmas problémákkal, élet és halál szintű problémákkal küzdöttek a gyermekeid, a két fiú, igen, akkor ez azt jelenti, hogy te most ebben a helyzetben pontosan azt csinálod, amire nekik szükségük van, és kihozod magadból a legjobbat ahhoz, hogy ő nekik megfelelő élőhelyük legyen. És ez már nem a családi ház. Te ehhez egyedül kevés vagy, ezt jól érzed. De ezt a csoportkarma szintjén meg tudod oldani. Uh-huh. Jó? Ehhez kívánok neked nagyon-nagyon sok kitartást, tisztánlátást és erőt. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogy lehet megtalálni azt az egyensúlyt így a mindennapokban a spirituális gyakorlatokkal kapcsolatban most elsősorban, hogy nem egy erőltetés az, ahogy képes vagyok tartani a rendszerességét, és ahogy magában a gyakorlatban is el tudok indulni. Tehát mostanában rendszeresen élem azt, hogy már az első percben szinte megizzadok, azonnal egyfajta terhet érzek magamon, mint hogyha erőltetném, szinte, mintha égnék belül, és egy idő után, ahogy a gyakorlatba bele tudok menni, úgy el tud mélyülni, ez megváltozik, eközben... Te minősíted a gyakorlatodat. Te címkézed a karmát, ami megjelenik. A nap az külön erőfeszítéssel kell föl. A földnek kell egy hajtómű, hogy forogjon a tengelye körül, mint a kis búgócsiga. Ugye, hogy nem? Kell külön erőmű ahhoz, hogy a tejútrendszer ezt az elképesztő mozgást végezze a több mint 100 milliárd csillagával? Ugye, hogy nem? Ugyanezzel a természetességgel tessék gyakorolni minden reggel. Hogyha tényleg komolyan veszed az emberi létet, akkor a tudatod tisztaságát sárkányként őrzöd. Mert jelenleg abból áll a biznisz, hogy valaki beszennyezi a tudatodat, te ezt elhiszed, és az ebből származó impulzusokat követve elmész és teszed a dolgodat, amiről azt hiszed, hogy a tied, de valójában nem. Valójában mások érdekeit szolgálja. Tehát a mindennapi tudatunk tisztaságát add meg nekünk ma. Legyél szíves. Az, hogy erőlködöm, hogy izzadok, az olyan természetes te, ahogy kell. Csak csináld. És kész. Ha már rájöttél, hogy fontos, nehogy elveszítsd ezt a tudatosságot. Egyik nap. Jaj, de jó, gyakoroltam. A másik, nem kelek föl, azért se. És valami azonnyomban kirúg az ágyból, és oda tesz a párnál, és nem tudod, hogy mi volt az. Na, ekkor valami van. Nem a szokások rabjai vagyunk, hanem rabok vagyunk, ha nem látunk rá a szokásainkra. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy a spontán humornak mennyire van karmaoldó. Spontán humor vagy tumor? Humor. Spontán humor. Humor. Mert mi a kettő van, látod, spontán humor is, de hát sajnos spontán tumor is. Vagy akár nehéz helyzetekben is. Mostanában azt vettem észre, hogy így nagyon érdekesen, így valahogy így feloldódik valami, de hogy akár fájdalmas helyzetben is. Hogy ez olyan ilyen... spontán, hogy én nem tudok hozzászólni. És hogyha a spontán humor az segít, akkor én miért szóljak bele? Egyébként a humorérzék az a túlélő reflexeink egyike, hogy ha már nem tudunk annyit sírni, akkor legalább nevessünk rajta. Ehhez én hozzá sem szólok, mert az nem lenne tréfás, és nem szeretném a humort elrontani. Na? Jó, köszönöm. Szívesen. Tessék. Nálunk a családban van egy nagyon furcsa karmája a családnak, hogy 3 generációra visszamenőleg egyetlen egy normális házasság nem volt. Tehát mindegyik botrányba. Azonos típusú botrány, vagy ez változott? Nem, változatos volt eléggé, tehát nagyon... Akkor kreatív a család, látom. Tehát mosolygó transzgenerációs karma, de nem akarom elbagatelizálni. Mi volt a botrányoknak a közös mély szerkezete? Hát tulajdonképpen volt, ami teljesen egyedi, tehát azt nem lehet kategorizálni a többivel kapcsolatban. És igazság szerint én ezt valamilyen formában szeretném feloldani, hogy szegény gyerekem ne vigye tovább. Te tovább vitted? Igen. És magadban feloldottad? Hát végül is igen. Nem túl meggyőző.
Hát ezt így nem is gondoltam végig még pedig soha. Tehát ez tűnt ki a válaszodban, hogy nem gondoltad igazán végig, tehát valójában nem történt meg, csak valahogy ki kéne mégis jönni a helyzetbe. A lényeg az, hogy ez, amíg benned nem rendeződik, amíg benned a gyökere megvan ennek a karmának, addig az utódban sem fog gyógyulni. Tehát először magadon dolgozz, mert az utód egyrészt nem véletlenül született hozzátok, és nem egy másik, mondjuk botránymentes családba. Tehát valami dolga ezzel van. Vagy az, hogy olyan hótiszta legyen, hogy vele aztán soha ilyen, nincs ilyen. Vagy pedig ő a saját botrány karmáját aktiválja a szülők által. Oké? Tehát meg kell nézni, hogy ő vajon miért született hozzátok, és segíteni neki, hogy oldja a saját karmáját. Esetleg szólni neki, hogy édes kicsi fiam, édes lányom, na most botrány lesz, ha ezt elköveted, mert te már látod előre. Tehát ennyiben tud a szülő segíteni a gyereknek, ha mondjuk tudatosabb, mint a gyerek. Manapság már ez sincs. Nézd meg, nem ismeri a szülő a gyerek világát. Nem azért, mert nem tudja a jelszót a mobiltelefonjához, nem. Hanem azért, mert itt, meg itt nem ismeri a gondolatvilágát, az érzelemvilágát, és nemhogy generációs különbség, hanem ilyen bolygónyi távolságok vannak a generációk között. Mégis hozzátok született okkal. De hogy tudom az elődeimnek a karmáit feloldani? Mert az valami... övékét sehogy, az az ő kis hátizsákjukban van, akár itt a köztes létben fönt, akár ide lent a testhez kötött létben, nincs ez a semmi baj. Tehát a sajátodat kell oldani, hogy az ősök karmáját te ne ismételd kényszerűen. Tehát ami benned van, és érzed, hogy már te nem vagy azonos ezzel, de mégis a hátizsákodban van, legyen szíves kirakni. Van ennek egy módszere. Több is, de az egyik az, hogy belül egy belső tudati térben felállítod az ősöket, és megköszönöd azt, hogy szépen itt vonalvívőként téged a világra hoztak, de ezt a karmát nem viszem tovább. Köszönöm szépen, ezt visszaadom nektek, ez a tiétek. És ekkor az azonosulás megszűnik. Hetedik tudatszint az adott karma esetében nullára íródik vissza. Már nem jó, nem rossz, nem én, nem más. Ennyi volt. Befejeztem. Az ősöké, nem az enyém. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szerintem bennem van egy ilyen nagyon erős szeretet az élet felé, és én érzelmileg stabilnak gondolom magam. Viszont azt látom, hogy így a legtöbb körülöttem lévő ember nincs ebben az állapotban, és hogy hogyan tudnék nekik segíteni ezen, mert sokszor azt érzem, hogy nem tudok azonosulni a problémáikkal. És ne is azonosulj a problémáikkal, ez egy nagyon jó állapot. A teljes nem azonosulás állapotában kérdezd meg tőlük, miben segíthetek? Köszönöm. Szívesen. Az azért fontos, mert nézd meg a tükröt. A tükrö az egy nagyon-nagyon jó hasonlat. Képzeld el, hogy bemész a fürdőszobába, meglátod az ábrázatodat, és utána kiosonsz, és így az ajtóból visszanézel, de a tükör még mindig mutat téged úgy, ahogy előtte álltál. Hát azt gondold-e, milyen lenne? Az a szegény tükör nem látna ki a különböző én rétegek alól, mert te minden nap megnézed magad benne, és az ott benne marad, és ott az tárolódik. Pedig hidd el, az emlékezetedben ez így van, ha csak ki nem szedett belőle a korábbi egóképeket, meg azonosulásokat. Mások problémái még rosszabb. Képzeld el, hogy a tükörben valaki más látszik, és nem te. Ez nem önközpontúság, ez letisztultság. Tehát nem ragaszkodunk a mások karmájához, nem azonosulunk mások problémáival, így tudunk segíteni nekik. Most gondold el, hogyha bemennél egy jól működő kórházba, találkoznál egy együttérzés bölcs orvossal, aki a szomszéd ágyra lefekszik ugyanolyan diagnózissal, mint a tiéd. Miért? Mert azonosult a betegségeddel. Ha az orvos azonosul a betegséggel, képtelen meggyógyítani. Ha látja a betegséget, helyesen diagnosztizál, helyes kezelést ír elő, akkor te ezt megkapod, és el tudod végezni így azt a munkát, ami a paciensé, ő pedig azt, ami a doktoré. Tehát akinek segítesz, annak a karmája az illető saját munkája. De te segíthetsz például más látásmóddal, javaslattal, egyébbel, hogy hogyan kezelje ő mindezt. Oké? De az ő munkája az ő munkája, viszont ne hagyjuk egymást egyedül a különböző nehéz helyzetekben.
Tehát nem viheted a terhét, de őt felsegítheted a földről, és megerősítheted, hogy ő tudja vinni a saját terhét. Jó? Egyéb kérdés? Például a melegeknél, transzneműeknél ott karmaügyileg hoznak valamit, hogy ők ezt élik meg, vagy mennyi benne az itteni manipuláció? Minden karma. Tehát az úgy tűnik, hogy az ok és okozat törvénye, az tényleg mindenkire érvényes. Magunkkal hozott karma is van, például szexuális predispozíciók, és felvett karma is van, amit a környezettől az ember fölvesz, azonosul vele, vagy sem. És ez mindenkinek a saját döntése. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? A csoportban, ha ott vagyok, akkor csak az a következő lépés, hogy megkérdezzem, hogy miben segíthetek? Igen. És utána kibírod a választ. Köszönöm. Szívesen. Van egy-két ember, aki nagy segítségre szorul, és én sajnos ilyen energiavámpiroknak is próbálok segítséget nyújtani. Most nem tudom, ez a helyes kifejezése. Az. De leszívják mindig az energiámat, pedig megpróbálok segíteni nekik, és látom, hogy rászorulnak erre. Van-e valami, nem is tudom, hogyan védekezési mód, mert megpróbálom magamat segíteni, és utána mindig lemerülök. Ha valaki vizet kér, mondjuk egy ilyen üvegbe, de lyukas az alja, és kifolyik belőle minden, meddig töltenéd bele? Na igen, ez jó. Igen. Tehát mihelyt észreveszed, hogy falra hány borsó, hogy lyukas amforába töltesz bort, abban a pillanatban abba kell hagyni, és azt mondani, hogy vagy egy olyan üveget adsz, aminek van alja, vagy nem töltök bele folyadékot. És akkor ő döntse el, hogy azt az energiát, amit kap, azt csak saját magára fordítja, és elnyeli, mint a fekete lyuk, vagy pedig segítségként tovább is tudja adni, mert ez dönti el. Tehát látsz olyan embereket, hogy beszippantanak mindent, amit adsz, semmi nem megy tovább, olyanok, mint egy fekete lyuk egy galaxis közepén. És vannak, akik szinte semmit nem kapnak, és mégis ilyen szupernovaként tudnak fénylenni, mert ez az önzetlenség, ez az önzetlen segítség. Látszólag a semmiből, és ez gyönyörű. Tehát az az igazi segítség, amikor megtanítod a másikat arra, amit addig nem tudott. Hogy hogy tegye meg azt, amit addig nem tett meg. Hogy hogyan adod vissza az önállóságát, amit folyamatosan rád akar testálni, közben tőled szipkázza el az energiát. Tehát az az igazi segítség, amelyik feleslegessé teszi önmagát, mint segítség. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Amikor van egy testvér, aki szeretem, de olyan terhet rak rám, ami már előmön felül van, de mindig megpróbálok segíteni, és ugyanúgy az előbb hallottuk, hogy egy lukas fazékba önteném a vizet, de mégsem tudom elengedni, mert persze, hogy a testvérem. Hát igen. És hogy akkor meddig lehet ezt, hogy addig, ne érez, igen. Addig, amíg megtanítod neki, hogy hogyan foldozza be a fazék alját. Tehát azt mondod, hogy üres fazékba töltök vizet, de lyukas fazékba nem. Ha nincs valamid, megkapod, de ha elpazarlod, nem kapsz többet. Mert nem használtad föl jóra. Nem használtad föl arra, hogy saját magad önállóságát, öntevékenységét megteremtsd, bármilyen szinten is. És amikor azt mondja, hogy nem, akkor sem foldozom be a fazekat, akkor azt mondod, hogy akkor viszont én nem töltök bele vizet. Tehát egy kölcsönösséget kell kialakítani, hogy érezd, hogy érdemes. Érdemes. Nagyon nehéz, igen. És hogyha nem érdemes, akkor azt mondod, hogy én ugyan nem segíthetek, de más igen. És akkor megéli azt, hogy te nem vagy az az egyetlen, aki kiszolgálja és segíti őt. Ez a fajta kisajátítás, ez a fajta monopolizálás, ez a birtoklásnak egy formája. És ezt nagyon szeretik a látszólag alárendelt helyzetben lévők megtenni a segítőikkel. És ezt a Stockholm-szindrómát ne játsszuk el, kérem.
Igen, nehéz, mert arra gondolok ilyenkor, amikor ugye ez többször megtörtént már, hogy esetleg ezt a karmát legközelebb is meg fogom kapni, mert hogy lehet, hogy az a feladatom, hogy vagy azért született le mellém a testvérem, hogy én segítsem. Ezt csak gondolod, de nem tudod. Valójában az a feladatod, amit vállalsz. Elvállalod a testvéredet? Egymáshoz születtetek, valamilyen szinten ezt meg kell tenni. De mit vállalsz el ebből a karmából? Ez a kérdés. Az már tény, hogy a testvéred. De milyen viszonyt alakítotok ki? Ez a kettőtök dolga. Az, hogyha egy szokáson nem változtatsz, és ez a következő életfejezetbe, vagy akár inkarnációba is átmegy, ez biztos. Hiszen amit hoztál magaddal, az is valahonnan származik. Senki sem tabula rázaként születik, hanem bizonyos hajlamokkal, nagyon komoly lélektartalommal, és ezt az előző életedből hozod magaddal. A környezetnek pedig az a dolga, hogy aktiválja. De a jelenlegi inkarnáció tudatossága arra, és azt mondom, csak is arra használandó föl, hogy ezeket a szokásokat teremtse, megtartsa és lebontsa. És ezért mondom azt, hogy nézd meg, hogy kivé válsz a kapcsolatban, milyen emberré válsz a kapcsolatban. Társkapcsolatok kémiájától kezdve a családon belül vállalt kötelezettségekig, vagy az adott kötelezettségek visszaadásáig, nézd meg, hogy mit teszel. Kivé válnak az emberek melletted, és te kivé válsz mellettük. És így egészen jól meg lehet határozni azt, hogy ezt vállalom, érted, segítelek. Ezt nem vállalom, mert nem segít se rajtad, se magamon. Ezt meg lehet mondani. Az ok és okozat törvénye világos és véleményfüggetlen. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Én egészen kiskorom óta olyannak ismertem magamat, meg úgy olyan emberként élek, aki nagyon kíváncsi mindenre, nagyon kíváncsi a világra, tapasztalni szeretne, de bármibe belekezdek, nagyon hamar megunom és elvesztem az érdeklődést, de utána a következő dologra is ugyanez van, és nem tudom, hogy hova tovább, mert... Emondom a szenvedésbe. Ha ezt így folytatod, biztos, hogy szenvedés lesz az eredmény, vagy bevonzol egy olyan társkapcsolatot, ahol viszont egy akármit csinálsz, kőmakacs, változtathatatlan, vasakaratú ember mellé fogsz szegődni, tudattalanul azért, hogy mindennek ő véget vessen. És hogy megtanítson egy kicsi kitartásra. Tehát nézd azt meg, hogy az érdeklődésed honnan jön. Csak hirtelen fellobbanó szalmalánk valamilyen kis érzelmi, érzékszervi, gondolati valami, vagy pedig valami mélyebb. Nézd meg azt, hogy mi történik akkor, amikor abba hagyod. Van-e csalódás? Csalódsz-e magadban, amikor feladsz valamit, amit még a múlt héten ilyen teljes messzélességgel csináltál, és lelkesedt, és osztottad az észt, hogy ez kell, és csak is ez a jó. Csalódsz-e magadban, amikor abba hagyod? Mert ha nem, akkor már lehet, hogy az elején se volt igaz. Bebeszéltük magunknak, kicsit szugeráltuk a környezetünket, figyelmet kaptunk az újdonság által, és a többi. Tehát hosszabbítsd meg azt az egyenest, amit kirajzol az adott jelenség és a te viszonyod. Tehát abba hagytam, hová jutok ezáltal? Folytatom, merre felé megyek ezáltal? Kivé válok akkor, hogyha most visszapattanok az akadályról? Kivé válok akkor, hogyha átmegyek az adott akadály túloldalára és leküzdöm? Nézd meg! Nem mindig az az erős ember, aki minden akadályon átmegy. Bizonyos bölcsességgel megláthatod, hogy igen, ez akadály, de jobb is. Köszönöm, nem megyek át a túloldalára. Tehát van, aki nem mer elsütni egy fegyvert. És jobb is. Esetleg egy más ember életét elvenni. Van, aki nem mer az úton járni. Pedig jobb lenne, mert látna. És helyesen tapasztalna, és esetleg maga és mások szenvedését csökkenteni. Kivé válsz azáltal, hogy abba hagyod, kivé válsz azáltal, hogy folytatod. Ezt nézd meg. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Engem is az értelmi fogyatékosság karmája érdekelne elsősorban, hogy,
hogy ennek mi az oka? Ez valami büntetés, vagy valami teher, vagy ez miért születik? Annyiféle van, hogy felelőtlenség lenne általánosítani, nem tudom. Aha, tehát ez mindenkinél egyéni? Egyéni, igen. És hogyha valaki ilyennel jön a világra, azzal, hogy ezt megéli, ő ezt képes lerakni, vagy... Fogalmam sincs erre sem. Az biztos, hogy ha született ilyen karmával, az az előző életeiben rejtőzik. És ez kijön úgy, hogy egy olyan speciális karma, amit szanszkritul prarabdha karmának hívunk, hogy a feltétlenül megérő gyümölcs. Te elmész az almafa alatt, és pont akkor esik le a gyümölcs. Ha tudatos vagy, akkor eldöntheted, hogy elkapod-e, vagy engeded a lábad előtt toccsanni a földön, vagy továbbmész, és a fejedre esik. És a születés, illetve az utána következő pár év az egyik legsebezhetőbb időszak az ember életében. Ekkor jönnek olyan karmák, amikor még a test és a lélek elég gyenge és nem elég tudatos, amelyeknek a bekövetkeztét nem tudod meggátolni. De semmilyen általánosításban nem megyek bele, mert nagyon felelőtlen és együttérzés nélküli lenne. Segítsük őket, amennyire tudjuk. De minden karma múlandó, minden karma feltételhez kötött, és éppen ezért egyszer ennek is vége lesz. De hogy mikor és hogyan, azt nem tudjuk. Nálunk a családban nagyon nehéz sorsú nők vannak, több generációra visszavezetve. Egyedül maradtak a férjek. Elmentek, öngyilkosok lettek, ismétlődő, ugyanolyan módon vetettek véget az életüknek. Itt most azért 130 évre visszamentem. Betegségek, válások. Én valahol a középtől egy kicsit följebb vagyok. Én is egyedül maradtam két gyerekkel. A nagyobbik lányom szintén egyedül van két gyerekkel. Olyan, mintha ismétlődne ez a nehéz női sors az apai vonalon. Én próbáltam ennek utána járni. Hát voltam családállításon. Azt mondták, hogy én ezt nem tudom megállítani, mert már megszületett a két gyerekem. Nekik lenne ezzel dolguk. Nagyobbik lányomnak is van két lánya, és ő is egyedül van. Hogy a kérdésem hozzád az, hogy egy ilyen karmikus dologba be lehet-e nyúlni, avatkozni, kell-e, vagy hagyni ezt így, hogy menjen tovább, csak belerecsenünk. Miért hogy mit, én mit tudok tenni? Én mit tudok tenni annak érdekében, hogy van még egy lányom, ott még nincs gyerek. Világos. Miért tetted fel a kérdésedet? Hogy segítsek rajtuk. Tehát reméled, hogy segíthetsz. Szeretném, ha nem ilyen sorsuk lenne. Igen. Szerinted a benned lévő lélek feltenni a kérdést, ha teljesen reménytelen lenne? Hát nem. Ugye? Aki az abszolút karmában hisz, az nyugodtan menjen vissza oda, ahol ezt a hitet kapta. Itt Európában a karmát a sorssal szoktuk azonosítani, amely egy ilyen kötött pályás, nagyon szigorú közlekedésnek tűnik, holott a karma az egy teremtett dolog. Teremtett a családi karma is. Egymáshoz születnek olyan nők, akik hasonló férjeket, társakat vonzanak be, akik hamar elmennek, néha tragikusan. Ez azért van, mert a bennetek lévő férfi archetípus ez. Tehát ti vagytok azok a nők, akiket veszteség ér. És ezt a nő képet belül föl kell számolni. Hogyha magadat megváltoztatod, akkor megváltoztatod azt a társat is, akit bevonzol. És ez nem az elmének az önszuggesztiója. Sokkal inkább annak az önképnek a lebontása, ami a hetedik tudatszinten megfogalmazódott benned, és megfogalmazódott az anyában, a nagyanyában, 130 évre visszamenőleg, és még. Tehát itt a meditáció az az éntelenedés, amivel ezt a fajta személyiséget te megtisztítod, a felesleges részét kirakod, a káros részét lebontod, a meditációt nélkülözhetetlen. A konstelláció is, magyar szóval családállítás, de az égre
Ne olyan helyre menj, ahol az egyik kezükkel adnak a családállítást, a másik kezükkel elvesznek, mert azt mondják, hogy egyébként nem változtathatsz meg semmit. Akkor miért vagy ott? Miért fizetsz? Miért veted alá magadat a lélekműtétnek? Miért kotorsz bele a család tudattalanjába és az archetipikus valóságába? Hát egy állítás annyit ér, amennyire tiszták a benne résztvevő tudatok, teraptól kezdődően. Ezt jól jegyezd meg, hogy ne pazarold az idődet, a pénzedet és az energiádat. Ha meg akarod érteni minden karma természetét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ha ezt a pillanatot tapasztalod, tapasztalod az eredeti tudatot is, és visszatérsz a gondolkodás elé, a dualitások elé, a születés és halál elé. Ez az önvaló nézőpontja. A tiszta tükör, tiszta térszerű tudat nézőpontja. Ebben nincs változás és nincs karma. Ebből a nézőpontból tudsz bármit megváltoztatni, bármilyen karmát létrehozni, megtartani és eltörölni. Ez a te dolgod. Csak annyit tudj, hogy ez lehetséges. Ha nem lenne lehetséges, föl se tudtad volna tenni a kérdést. De mivel föl tudtad tenni a kérdést, ezért haladni is tudsz az úton. Ha ki tudod mondani, hogy én, akkor fel is tudsz ébredni az énség illúziójából. Ha egy családba születtél, akkor annak a családnak a karmáját javítani is tudod, és rontani is. Igyekezz, hogy a karma három törvénye az oldaladra álljon, és ez csak a te nézőpontod függvénye. Hogy a karma mulandó, a karma tökéletlen, és minden karma egy másik karma függvénye, tehát kölcsönösen függő. Ha ezek a kijelentések téged zavarnak, akkor még mindig ragaszkodsz egy olyan képhez, ami nem igaz. Ha úgy gondolod, hogy ezek a törvények rendben vannak, akkor nagyjából a valósággal összhangban vagy. És hogyha ez a három törvény az oldaladon van, és te egy irányba haladsz az úton ezekkel a működésekkel, akkor vagy önálló, akkor vagy szellemileg autonóm, akkor érzed, hogy minden karma teremthető, megtartható, és tisztítható vagy pusztítható. Rajtunk múlik. Nincs olyan, hogy változtathatatlan sors, csak el nem végzett munka van. Nincs olyan, hogy átláthatatlan karma, csak csukott szem van, amelyik nem hajlandó kinyílni, amelyik nem akar látni. De ha te akarsz látni, akkor előbb-utóbb fogsz is. Ha akarsz dolgozni, annak előbb-utóbb eredménye is lesz. Ez rajtunk múlik. Mert mi teremtjük ezt a világot saját magunknak, egymáshoz születünk, egymásban ébresztjük föl például azt a tudatot, hogy generációkon keresztül vesztességre ítélt nők vagyunk. És ez nem igaz. A karmátok ez, de az önazonosságotok nem. Tehát tér vissza ahhoz a tudathoz, amelyben még ez a karma nem született meg, vagy ahol már elhanvadt, mert az alfa és az omega az egy helyen találkozik. És ebből a nem keletkező és nem szűnőből újra tudod rakni az egészet. Közösen, mindazon nőkkel, akiket veszteségért, ti eldöntitek, hogy ez így nem folytatódik tovább. És ezen döntést a lélek mélyére le kell vinni. Azokat az archetípusokat át kell alakítani, amelyek ezt létrehozták bennetek. Azt a férfi képet, ami bennetek van. Azt a női viselkedést vagy megnyilvánulást, ami eddig ti voltatok. És innentől kezdve csak munka van. A látás és megszabadulás munkája. Nem kötelező generációkon keresztül vesztességre ítélt nőkként élni. Ez a ti döntésetek. Köszönöm. Szívesen. Gyakorlatilag a kérdés az lenne, hogy a vasati tudománya azt mondja, hogy északi és keleti nyitottságnak kell lenni minden ingatlanon. És hát Magyarországon tökéletesen nem így építkeznek, és én személy szerint ismerek olyan utcát, ahol ennek megfelelően nem építették az ingatlanokat, tehát keleti nyitottság nincs. És egy egész utcában, minden házban nincs férfi résztvevő. Tehát gyakorlatilag, hogy ez elfogadhatónak tartod? Szerinted ezen kérdés feltétele és megválaszolása mennyivel visz téged közelebb a megvilágosodáshoz?
Hát, hogyha tovább költözöm, akkor biztos olyan ingatlant vásárolok, ami esetleg ezeknek a feltételeknek megfelel már, mint hogy támogatja az életet és a harmóniát. Örülök, hogy a válaszom nélkül is sikerült a kérdést eldöntened. Oké, köszönöm. Egyéb kérdés, amely talán a zenről és az útról való némi tudásomat használja, mert ingatlan ügyben nem vagyok illetékes. Az életben, a döntéseimben tapasztaltam egy olyan motivumot, hogy valamely döntésemet úgy hozom meg, hogy kristálytiszta a tudatom, és érzem, mint kulcsazárba illik. Kristálytiszta tudattal döntést hozni, és akkor itt jön a fekete leves, igen? Hogy valamely döntéseimet pedig egy ilyen dermedtség hatja át, és hogy ez a dermedtség, ez karmikus hozadéke, vagy trauma, vagy hogy mit tudok ezzel kezdeni? Hogy a tudom dermedést addig kell gyakorolni, amíg ki nem kristályosodik. És akkor kristálytiszta döntést fogsz hozni. Tehát ez azért érdekes, mert amikor úgy tűnik, hogy az elme úgy lemerevedik, és így teljesen üveges lesz, akkor nem gondolkodik. És ez a nem gondolkodó, ez nagyon fontos. Ha nem gondolkodó olyan energiát ér el itt, a tantiemben, hogy az intuíciód elkezd működni, ez egyfajta kritikus tömeg, akkor gondolkodás nélkül is helyes döntést tudsz hozni. Ezt mindenkinek javaslom, de csak akkor, ha már meditált eleget, mert különben úgy tűnik, hogy a semmiből lesz valami. És ez nem így van. Olyan van, hogy a nem tudhatóból lesz a tudható. A nem mozdulóból lesz a mozduló. És akár kristálytiszta tudatú döntést hozol, akár egy picikét kivársz, mert ugye merevszik a folyadék, és hirtelen jég lesz. Nézd meg az okés okozat működését. Néha kristálytiszta tudattal, vagy legalábbis ami annak tűnik, hiper sebességgel olyan rossz döntéseket hozunk, hogy később nem értjük, hogy az elme fénye hogy lehetett ilyen csalóka. A saját okosságunk hogy csaphatott ennyire be? És amikor egy picikét kivárunk, mert tétovázás, kétségek és egyebek vannak, és egy picikét ez a felület megszilárdul, azt mondod, Istenem, de jó, hogy kivártam 30 másodpercet. És engedtem, hogy egy picikét lazuljon ez a dilemma, kicsikét könnyüljön ez a paradox. Tehát egy döntés minősége nem az önélményen múlik, nem azon múlik, hogy te mennyire voltál épp energikus, vagy hormonok által tüzelt, amikor meghoztad azt a döntést, hanem az irányon. Sung Sensen mester egyetlen egy dolgot tanított ezügyben. Irányvétel, 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 semmi több. Tehát, hogyha a döntés valahol nem a felébredett tudat felé irányul, és nem valami önzetlen minőségre, akkor az előbb-utóbb egy egótrip lesz, elkezd önmaga középpontja körül pörögni, és egyszer csak magába zuhan. És akkor tudod, hogy rossz döntést hoztál, akármilyen okosnak, ügyesnek, energikusnak érezted magadat az elején. De hogyha a döntésed olyan, amely segít magadat és másokat egyaránt, amely egy tisztább tudatállapotot hoz létre, amely mondjuk így a boldogságot és a szeretetet hozza, és nem pedig szenvedést, nélkülözést, kapzsiságot, haragot, halált, stb., akkor ez egy jó döntés volt, ha vártál, ha nem, ha kényelmes volt, ha nem. Értjük? Jó. Utolsó kérdés. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés, kinél van? A gyakorlattal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem. Én a tanításaiddal a YouTube csatornán keresztül találkoztam körülbelül 2,5 évvel ezelőtt. Türelmes harcos vagy, hallod, igen? Igen. Tavaly nyáron voltam egyszer egy egynapos zen tanításon a templomban. De merítkeztél? Igen. És milyen volt? Sajnos ott, illetve nem sajnos, de nem veled találkoztam, hanem egy dharma tanítóval, úgyhogy ez az első, hogy személyesen találkozom veled. Próbáltam az otthoni gyakorlás, meditáció, leborulás, és történt egy olyan dolog velem, hogy a gerincemben az egyik csigolya kimozdult a helyéről, valószínűleg el is van törve, és járok gyógytornára 1,5 éve, és a leborulást a gyógytornász nagyon nem javasolja, fokozza a tüneteimet is. Viszont a gerinc sérülékenysége miért alakult ki? Gondolom nem a zennél kezdődött, hanem korábban. Igen, igen. Hát... ezt mondjuk el, mert különben a hallgatók azt hiszik, hogyha leülnek meditálni, szétmegy a gerincük, orvos, leborulni se tudnak. Na,
Mi volt a gerinceddel? Két mondat. Túl sok terhet veszek magamra. Ja, az igen. És nem kérek elég segítséget, okay, hogy megoldjam. Tehát a derékrész az már a tudattalamban elraktározódott elképesztő tehertéttel, amit már nem is mersz magadnak bevallani, hogyha állandóan a vállat fáj, az a tudatosan viselt teher. Ott még egy kicsit a lélek mer emlékezni, hogy mit vállal, de a krónikus derékfájás, úgyhogy nem vert senki se ott egy bottal, az a tudattalamban elraktározódott és teljesítetlen kötelességek, egy láthatatlan zsák. Na most itt testhelyzettől független meditációt javaslok. Magyarul azt kell tenned fizikailag, amit a test megenged. Nem többet, nem kevesebbet. Lehet oldalt fekve meditálni, sétálva meditálni, ülve meditálni, állva meditálni, függeszkedve meditálni. Minden olyan pozíció, ahol a pillanatban te jelen vagy. A test és a lélegzet és a tudatosság kapcsolódik. Látod a tudat működését. El tudod engedni a karmák polaritását, fel tudod számolni az azonosulást, tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán tükrözöl, ez már meditáció. Tehát az eredeti kérdés az mindig úgy hangzott, ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, alvásban, ébrenlétben, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Ez a meditáció. Innentől kezdve tessék gyógyítani a testet, és tudatosítani a lelket. Akármi van, akármilyen karmát élsz át. Jó? Rendben, köszönöm. Szívesen. Ott, és az tényleg az utolsó? Nekem is egy olyan gyakorlattal kapcsolatos kérdésem lenne, hogy én nagyon-nagyon hosszú ideig nagyon rosszul tartottam a hátamat, és a meditációs ülésben ott ugye figyelünk a tartásra. És nekem a legutóbbi ülésemnél tehát sikerül megtartani azt, hogy egyenesen ülök, de egy olyan erős fájdalom jön, ami már szinte már ilyen sírás közeli fájdalom. És hogy én igazából azt vettem észre, hogy képes vagyok megtartani magát a tartást, de hogy ez rendben van-e így, hogy ezt a fájdalmat nekem tükröznöm kéne, és látnom, hogy ez van, és ebben megmaradnom, vagy görnyedtem meditálni. Tehát, hogy nem szabad se görnyedten meditálni, sem pedig olyan fájdalommal, amely a test krónikus problémáját újra és újra tudatosítja benned. Tehát itt kétféle fájdalom van. Az egyik, amit elképzelsz, a karmát fáj, vagy pedig tényleg a test jelzőrendszere azt mondja, hogy öreg, a térdeddel baj lesz. Tehát el fog törni a meniszkuszot, hogyha újra és újra full lotuszban ülsz 50 perceket. Tehát ez egy valós visszajelzés, ez a második, mert a fájdalom az a szervezet láncos, csaholó kutyája. Üvölt, ugat, hogyha valami baj van. De ez akkor is így van, ha a lélek fáj, és leviszed testre, és egyébként semmi bajod nincs fizikailag, és akkor is így van, amikor kőkeményen fiziológiás problémáid vannak. Innentől kezdve el kell döntened, hogy ez a fájdalom valós vagy sem. Ennyiben segítek, hogy a kérdésed feltételének a módja, az számomra azt a benyomást kelti, hogy ez egy valós dolog. Te ezt nem elképzeled, te ezt átéled. Na most én nagyon nem szeretném, hogyha te olyan testtel élnél, és kellene mozognod, gyakorolnod, amely ezt nem gyógyította meg magának. Hogy tartós lesz a probléma. Tehát fiatal vagy, tessék ezt meggyógyítani, tessék megkeresni a fizikoterapeutától kezdve a sebészig, az ortopédig, a bárki bármi, de tessék a testet rendbehozni. Miért? Mert ez a járműved. Tehát annyi eszünk van, hogy az autót elvigyük szervizbe, sőt, műszakizni is. Meg olajcsere, meg egyebek. De a test az a járműved. Ezt nem tutulgatni vagy kínozni kell, üzemben kell tartani addig, amíg a léleknek szüksége van rá. Meddig van szüksége a léleknek a testre? Életed végéig. És ez nem azt jelenti, hogy állandóan tökéletes egészségben milligramra megmért étrenddel élj, mert az nem megy, az nem életszerű. Szolgálja a test az utadat, a lelked tapasztalását addig, ameddig az inkarnáció természetes határa tart. És akkor fel kell adni. Tehát azt javaslom, hogy teljes lélek és test tudatossággal éljünk. Ne veszítsük el ezt a tiszta tükörszerű, térszerű tudatot.
gyógyítsuk a test problémáját, és gyógyítsuk a lélek problémáját is, és nem azért, hogy tökéletességet vagy öröklétet reméljünk, mert azt már tudjuk, hogy nincs, hanem azért, hogy egy olyan minőséget hozzunk létre magunkban, és ezáltal a világban is, amelyet érdemes élni. Egy olyan életet, amelyet érdemes továbbadni. Köszönöm, hogy ma eljöttetek, hogy ezt az előadást véghallgattátok, hogy feltettétek a kérdéseiteket, és hogyha inspirációt nyertetek a gyakorlásra, akkor annál nagyobb az öröm. Miért? Mert ezáltal váltok szellemileg önállóvá. Ezáltal váltok egy világosabb, tudatú lényé, aki segíthet ezen a világon, embertársain, és így önmagán is. Köszönöm a figyelmet!